Köszöntöm Önöket, ez itt a Közügyek Hír Háttér. Ma a Hajnal Jenővel, az MNT elnökével beszélgetünk a Magyar Nemzeti Tanács eredményeiről. Bemutatjuk, hogy hogyan valósul meg a duális oktatás Csókán. Egy bejátszást láthatnak Szabadka ivóvízellátásáról. Megmutatjuk, hogy milyen gyönyörűen virágzik a Tisza. És a szombaton tartandó Zentai Mosolytenger Gyermekfesztiválra invitáljuk majd Önöket. Tartsanak velünk! A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyarság Kisebbségi Önkormányzata az utóbbi hetekben, hónapokban számos fontos ügyet valósítottak meg, indítottak útjára. Ezekről beszélgetek Hajnal Jenővel, az MNT elnökével. Köszöntöm a stúdióban, elnök úr. Jó napot kívánok! Többször is szó volt a közügyekben a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításáról. Ezt a múlt héten elfogadta a kormány. Milyen módosítások kerültek be végül a szövegbe? Én azt hiszem, hogy ahonnan indult a munkánk, ahhoz képest nagyon eredményes tevékenység zajlott. Hála a kisebbségi akciótervnek, és hát annak, hogy az utolsó pillanatig olyan partnerre találtunk a kormányelnök asszonyban, aki hajlandó volt velünk még a múlt héten is leülni és egyeztetni. Elsősorban a szerzett jogokkal kapcsolatban az ottani problémák javítására adott engedélyt a többi minisztér részére is, és hát úgy gondolom, hogy maximálisan igyekeztünk eleget tenni mindannak, ami a 2014. évi korlátokból kihozható volt, hiszen egy meglévő alkotmánybíróság által fölülbírált törvénybe kellett nagyon sok mindent visszahozni. Én azt hiszem, ha összesíteni akarnánk az elmúlt 4 év munkáját és a mostani eredményeket, akkor úgy foglalhatnám össze, hogy sok mindenben legalább 4 olyan új dolgot sikerült behozni, ami eddig nem volt a törvényben, amit az Alkotmánybíróság megkérdőjelezett, ott sikerült pontosítani, és ami nagyon fontos, azt hiszem, hogy mindaz, amit általában a kisebbségi politizálás hiányként fogalmaz meg, sok olyan dolog újra visszakerült, és olyan eredményeket tud elérni, amelyek a Nemzeti Tanács, a Magyar Nemzeti Tanács szempontjából egy eredményes, hatékony munkát tudnak biztosítani a következő években is. Melyik az a legfontosabb pont, amit külön kiemelne? Hát mindenképpen a kultúra és a tájékoztatás terén elért legutóbbi eredményeket. A módosításról mikor dönt majd a parlament? Én azt hiszem, hogy már hamarosan a jövő héten elkezdődik a vitája, és néhány nap alatt azt hiszem, hogy meg is születik a döntés. Ebből adódóan pedig várható, hogy a nemzeti tanácsi választások is őszre már megtörténhetnek. Ugyebár ezek összeesedékesek, ezekre hogyan lesz kihatással ez az új nemzeti tanácsokról szóló törvény? Hát magára a választásokra egyrészt a külön névjegyzéknek a frissítését magára vállalta az állam, eddig ez elég problematikus volt, tehát ebből a szempontból fontos lesz, és hát lényegében a programok, tervek megfogalmazásánál a nemzeti tanácsok folytatják egyrészt az eddig törvényből adódó lehetőségeiket, de újabb lehetőségek is kínálkoznak. Tehát én azt hiszem, hogy a terveket, programokat a listaállításkor már érdemes úgy megfogalmazni, hogy ezt az új törvényt vegyük figyelembe. Akkor ezek szerint a kisebbségi választói névjegyzékben most nem kell újból jelentkezni? Vagy nem kell, akik már eddig jelentkeztek, azok nyilvántartásban vannak. Érdemes online is leellenőrizni a személyi szám beírásával, hogy ez megtörtént-e, így van-e. Ugyanakkor, akik nem tették meg, azt hiszem, hogy állampolgári kötelezettségüknek eleget téve, ugyanakkor a délvidéki magyarság elkötelezettség irányában is fontos, hogy ezt megtegyék, hiszen a közvetlen nemzeti tanácsi választásoknál fontosabb kisebbségi szempontból. Azt hiszem, nem csak nálunk nincsen, hanem a Kárpát-medencében sincs, hiszen ilyen kulturális autonómia, önkormányzatisága egyetlen egy kisebbségnek sincs a Kárpát-medencében. Ezek szerint, illetve inkább úgy kérdezem meg, hogy ön hogy látja, hogy Szerbia jelenlegi kormánya és államvezetése hogyan viszonyul az itt élő nemzeti közösségekhez? Ezek szerint fejlődő vagy egyre jobb? Én úgy gondolom, hogy egy kisebbségi politikus sohasem lehet megelégedett, és nehéz azt mondani, hogy egyre jobb. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem könnyű Szerbiában se és egy országban se kisebbségnek lenni, és nem könnyű ezeknek a jogosultságoknak az érvényesítése. Nyilvánvalóan a szerbség a koszovói szerbek viszonylatában látja azt a helyzetet, amelyet sok esetben toleránsabban közelít meg témákat és kérdéseket,
döntéseket, mint a korábbi években vagy évtizedekben. Másrészt pedig azt látom, hogy az Európai Unió felé haladva valahol fölmutatni azokat az értékeket, amelyek ebben az országban adottak, és más országokban, Európai Uniós országokban sem magától értetődőek, egy kicsit a szerb politikának is presztízsügye lett, és ez szerencsére jó, hogy így történt. A másik tényező, amitől nagyban függ a vajdasági magyarság boldogulása, az az anyaországi kormány. A nemrégiben megalakult negyedik Orbán kormány tisztségviselőivel egyeztetette már a továbbiakban várható nemzetpolitikai irányvonalakkal kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 8 évben egy olyan folyamat indult el, amelynél külön egyeztetés nem kell. Itt nyilvánvalóan, hogy a Fidesz kereszténydemokrata néppárt stratégiai partner a Vajdasági Magyar Szövetség, a Nemzeti Tanács pedig egy olyan kisebbségi önkormányzat, amely egyrészt az igényeket, az itt élő magyarságnak az elvárásait, problémáit tudja fölvázolni, és anyaországi támogatás szempontjából pedig úgy tudja megfogalmazni, hogy erre jelentős támogatások érkezzenek. Az elmúlt 4 év azt hiszem, hogy ezt méltóképpen példázta, kezdve az óvodafejlesztésektől az általános középiskolai fejlesztésekig, a szakképzés évén keresztül a felsőoktatási képzőközpont kialakításáig, újabb képzőközpont vásárlása esedéke Zentán. Felsorolni sok lenne, hogy mi mindent kaptunk, és mi az, ami folyamatában van. Én úgy gondolom, hogy továbbra is egyrészt a nemzet egyesítésnek pontosan azon a területein látjuk a magyar kormánynak az elszántságát és elkötelezettségét, amelyek a mi szempontunkból pedig nemzeti tanácsi szempontból prioritást élveznek, oktatás, kultúra, tájékoztatás és hivatalos nyelv és írás használat. Tehát bármelyik területét most megnézzük ennek a témakörnek, mindegyikben komoly esélyt látunk abban, hogy támogatást kapjunk. Másrésztről pedig azt is el kell mondani, hogy ezek a támogatásoknak az igényei már ott vannak az asztalon, tehát összegyűjtöttük, és én az év második felében úgy gondolom, hogy el is indulhatnak azok a folyamatok, amelyek eddig is folyamatosak voltak, most a választási időszakban és az új minisztériumok felállásával, a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjának az beindításával pedig én azt hiszem, hogy ezek már működőképesek lesznek. Épp Muzsián szombaton a Hello Hood alkotócsoport, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018 a külhoni magyar családok éve keretében programot szervez már, és hát eddig is sok minden történt. És a nyáron milyen feladatok várnak az MNT tisztségviselőire, van a lehetőségünk is szabadságra? Komoly munka vár ránk, szabadságolás nincsen, hiszen tudnunk kell, hogy még őszig legalább 2 nemzeti tanácsi ülés lesz, az egyik a jövő héten, július elejére várható még egy. Én úgy gondolom, hogy a választások előtt még szeptemberben is esedékes egy, és hát ami a legfontosabb, a 4 éves munkát állítjuk össze, tervezünk, jövőben gondolkodunk, és úgy gondolom, hogy a délvidéki magyarság olyan lehetőség előtt áll, hogy egy jó, erős a közösségért, közösséggel törőd és a közösségre odafigyelő új nemzeti tanács alakuljon ki. Ez a legfontosabb, azt hiszem, mindannyiunknak. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt volt, és további sikeres munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Csak 2019-től lép életbe a duális oktatásról szóló törvény. Ennek ellenére a Csókai Vegyészet Élelmiszeripari Középiskola, ahol a diákok a szakmunkájuknak megfelelő vállalkozóknál végezhetik el a gyakorlati oktatást, a következő tanévtől egy új szakot is indítanak, amely jó esélyt biztosít a munkába állásra az itt végzett diákoknak. Szorgosan dolgoztak a hentesnek készülő diákok a gyakorlati órájukon. Darálták a húst és a vevőket is kiszolgálták. A 3 éves képzés alatt elsajátíthatják a hentes szakma minden fortéját. Én nekem a családom több mint 3/4 ezt a szakmát végzi, és akkor én is szerettem volna ezt továbbvinni. És ez a 2 év alatt miket sikerült elsajátítanod? Hát így a hússzeletelés, mérés, kiszolgálás, stb. Dolgok, így ezek az ilyen dolgokat.
szakmai gyakorlaton is megtapasztalhatod azt, hogy milyen a hentes munka. Az iskolában még milyen tárgyakat hallgatsz, amik fontosak lehetnek a szakma szempontjából? Hát, hogy például, hogy az élelmiszer fertőzések, hogy minek nem szabad, hogy belekerüljön a táplálékba, minek igen, és ilyenik. Az adai hentes üzlet a tavalyi év óta biztosít teret és lehetőséget a gyerekek gyakorlati képzéséhez. Összesen 10 diákkal foglalkoznak. Minden órán valami újat tanulunk, megvan a tantár, ami szerint haladunk, el tudják sajátítani a gyerekek a sertéshús csontozását, csirkehúsunk is van, valamint a húsok szeletölését, bevőkkel való kapcsolatot, ami nagyon fontos, ugye az udvariasság, a bevőkkel való kontaktus, tehát ilyen nagy vonalakban végül is meg tudják tanulni, ami legfontosabb, a higiéniát, tehát az is egy nagyon fontos dolog ebben a szakmában. Másik dolog, a szeressék, amit csinálnak, ugye akkor nekünk már nagyon könnyű dolgunk van, amennyivel ők már ezt szeretik, és úgy jönnek ide, hogy szeretnék megtanulni ezt a szakmát. A középiskolának a pék szakmát tanuló diákjai is vannak. A gyakorlati órákon ők is megtanulhatják mindazt, ami a jövőben fontos lehet a számukra. Szoktam papagát átorkádva, kifliket is, meg már az a borle készítésbe is. Az már beletanultam, meg már most már úgy elkezdtem pörgetni a tésztát, meg már az a vérgolás is gyakorlom. Ha jól tudom, akkor már burekot is készítettél, erről mesélnél-e? Hát, azt készítettem, az olyan múlt év, olyan más, hát az úgy, ahhoz képest, hogy még a többiek nem is csinálták, szerintem nagyon jó sikerült. A pékesek a helyi Árok and Árok pékségben végzik a szakmai gyakorlatukat. Az elsős diákok inkább kisegítő munkát végeznek, a másodikosok azonban már komolyabb munkafolyamatokba is részt vehetnek. Azok a gyerekek, akik érdeklődőek, ők már dagasszanak is, tehát le tudnak dagasztani egy kenyeret, egy pogácsát, tudnak formázni. Van, aki már a burekkal is próbálkozik, ami elég nehéz, tehát nehéz megtanulni. Ezen kívül ugye ebben a pékségben nem csak péksüteményeket tanulnak is meg a gyerekek, hanem százalszésztát is megtanulják, hogy mi kell a dagasztásához, cukrás süteményeket, krémest, rétes tésztát, és így tovább. A Csókai Vegyészeti Élelmiszeripari Középiskolában már második éve folyik duális képzés a pék és a hentes szakokon. A tanterv alapján, míg az elsősök egy napot töltenek szakmai gyakorlaton, négyet pedig az iskolában, addig a másodikosok két napot töltenek szakmai gyakorlattal, hármat pedig az elméleti oktatással. A gyakorlati oktatás ideje 7 iskolai órának felel meg. Fontos az, hogy így a munkaadó, tehát mondjuk itt a pékségben, ő az, aki látja, hogy a gyerekek hogyan, diákok hogyan tanulnak, és aztán, hogyha szükség van rájuk, akkor tudja őket alkalmazni. Tehát megtanítja őket, hogyan kell dolgozni, és aztán őnek is ebből ugye haszna származik, mert jó munkaerőt fog kapni. Mennyire jellemző, hogy a diákoknak ezek a szakok befejezése után jut munkahely, vagy könnyen találnak munkahelyet? Hát tudjuk, hogy Szerbiában ugye most nagyon kevés a hentes és a pék munkaerő, úgyhogy van rá kereslet, úgyhogy szerintem a diákok rá tudnak helyezkedni, amikor befejezik az iskolát. Szeptembertől 4 különféle munkaterületi szakon szeretnének osztályokat nyitni. A 4 éves környezetvédelmi technikus szakot magyar nyelven, valamint a 3 éves pék és hentes szakot és a női fodrászt. Mindemellett egy új szak is bekerült az iskola választékába, ez pedig a szintén 3 éves öntő, vas és acélolvasztó. A helyi körülmények azt igénylik tőlünk, mivel hogy Csókán 2 öntöde is üzemel, azt igénylik a körülmények, hogy nyissunk hozzájuk fűzhető szakokat, és így az öntő, valamint a vas és acél olvasztó szakot fogjuk megnyitni idén szeptembertől. Ez egy tagozat lesz, egy kombinált tagozat, ahol 15 diákra van szükség ahhoz, hogy megnyissuk a szakot. Ez nagyon fontos lenne részünkre, fontos lenne környezetünkre, mivel hogy az a jelenség jelent meg, hogy az öntöde keresett meg bennünket, hogy szükségük lenne munkaerőre, valamint szakképzett munkásokra,
és pont az ő megkérésük alapján döntöttünk úgy, hogy nyitunk ilyen szakokat. Az igazgató bízik abban, hogy a felkérésre megnyitott szak nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a diákok az iskola befejezése után itthon maradjanak és itt vállaljanak munkát. Hozzátette, hogy amennyiben a képzés azokra a területekre irányul, ahol szükség van a munkaerőre, és ezeket megfizetik, akkor a diákok is úgy fognak gondolkodni, hogy itt maradnak. Akár 25%-kal is megnőhet a vízfogyasztás a csapadékmentes nyár elejé időszakokban Szabadkán. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy érdemes okosan gazdálkodni a vízzel. A szabadkai lakosok tiszta ivóvízellátásáért a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat felelős. A város több helyi közösségében azonban továbbra sincs még vezetékes víz. A szabadkai nagyhegyesi Piroska már évtizedek óta foglalkozik virágtermesztéssel. A szárazabb hónapokban többet locsolja a virágokat. Annak érdekében, hogy csökkenteni tudja a kiadásait, olyan virágokat és növényeket válogatott össze, amelyek kevesebb vizet igényelnek. Az én virágjaim úgy vannak legtöbb összeválogatva, ami kevés vizet igényel. Tehát évelő virágok, alanyok, és nem szükséges minden nap locsolni. 2-3 naponként, azt is reggel, amíg korán, ugye, amíg a nap föl nem jön, tehát ez szükséges, és hát én nekem ez egy hobbim tulajdonképpen. Szeretem őket csokrozni, akkor néha egy kicsikét piacra viszem őket, hát ebből áll. A szárazabb hónapok számítanak locsolási idénynek, mivel ilyenkor nagyobb a kiszáradás veszélye, és több nedvességet igényelnek a növények. Tavasszal nem kell nagyon őket locsolni, azért mert ezek évelők, de azért néha mondjuk hetente, hogy példát mondjak. Amikor mondjuk, ha palántának, akkor kell minden nap. De mivel az ember arra figyel, hogy hát kevesebb munka és a vizet is spórolja, ugye, akkor így hát azok vannak összeállítva, ami legkevésbé igényli a vizet. A talajból nyert víz a vízgyárban számos folyamaton megy keresztül, amíg egy háztartásba kerül. A tisztítás természetes módon történik. A víztisztító tartályok belsejében apró szemcsés homokon és kavicson folyik át a víz. A szűrőket mosatással tisztítják. Az első szűrősort 48 óránként, a másodikat pedig 12 óránként szokták tisztítani. Figyelembe véve, hogy igazán már régóta tart ez a szárazság, és hogy 6. hónap elején vagyunk, mondhatom, hogy csak 10%-kal nőtt meg a vízfogyasztás. Tapasztalataink szerint majd június 2. felében fog elkezdődni, és augusztus végéig szokott tartani az a nagyobb, ami mondjuk rá egy 25%-kal nagyobb vízfogyasztást jelent a mostanihez. A szárazabb hónapokban jelentősen megnő a vízfogyasztás. Ilyenkor a vízművek nagyobb kapacitással dolgozik. Az átlagos havi 500 000 köbméteres fogyasztás mintegy 10-25%-kal megnő ilyenkor Szabadkán. Az esetleges leállások elkerülése érdekében a vízművek munkatársai előre felkészülnek erre az időszakra. Ilyenkor nagy javításokat szoktunk végezni, sokféle szanitáris elkészüléseket, és ez azt jelenti, hogy semmi nem tud bennünket ilyenkor meglepni. A háztartásokban és a gazdasági fogyasztóknál keletkezett szennyvizet a Palics felé vezető kerülőúton található szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A lakossági, intézményi, kisipari és ipari eredetű szennyvizek, valamint a csapadékvizek is egy általános jellegű csatornarendszerrel kerülnek összegyűjtésre Szabadka területéről, és a fő kollektoron keresztül jutnak el a szennyvíztisztítóba. Itt a víz szintén több folyamaton megy keresztül, míg tisztának lehet nevezni és vissza lehet juttatni a természetbe. A szennyvíztisztító által megtisztított vizet a Palicsitó első szektorába engedik vissza. A városból az összes szennyvíz összegyűlik a csatornán keresztül, itt jön a lakosságtól is a szennyvíz, meg a csapadékvíz, együtt gyűlnek a csatornán át. Jön ide a szennyvíztisztítóra. A szennyvíztisztító dolga az, hogy megtisztítsa a vizet eléggé, hogy a Palicsnak az ne legyen olyan káros. Ezt úgy csináljuk, hogy ugye kiválasztok belőle az ilyen nagyobb szemeteket, durva rácson, meg finom rácson keresztül. Kiválasztok belőle a homokot, a homokfogón.
Utána a szerves anyagokat ülepítsük, ugye, amit kibírunk ülepíteni, és akkor utána a biológiai folyamatokkal, mikroorganizmusokkal megtisztítsuk a vizet. A víztisztítás közben kinyert káros anyagok egy része a szeméttelepre kerül, egy másik részét viszont fel tudják használni biogáz termeléséhez, amely a tisztító telep összáramellátásának mintegy 20%-át tudja pótolni. Ezeket az iszapokat, amelyeket víztisztítás közben ugye kapjuk, ezeket használjuk a következő folyamatra, szóval az iszap feldolgozásra, rothasztással stabilizáljuk ezeket az iszapokat, és biogázt is nyerünk belőle, amit utána bírunk áram termelésre használni. Szárazabb időszakban átlagosan 36 ezer köbméter víz megtisztítására képes. Csapadékosabb időszakokban ennél akár háromszor többet is képesek feldolgozni a szabadkai víztisztítóban, ahol jelenleg 23 ember dolgozik. A kérészek családjába tartozó Tisza virág a Tisza folyó egyedi különlegessége. A szerda esti násztáncukat még a mennydörgés sem zavarhatta meg. A Tisza virágok látványos és feletébb tömeges rajzásának lehettek tanulni a magyar kanizsai Tisza partra látogatók. A Tisza fölött már a rajzás előtt éhes madarak sokasága várta keringve az első példányokat, amelyek délután 17:30 körül jelentek meg. Fél óra elteltével már milliónyi tiszavirág röpködött a napsütésben. A vízbe hullott egyedek egy része a halak zsákmánya lett. Csónakosunk maga is meglepődött a nagyméretű előrajzáson. 3 éve láttam ilyet utoljára, és különben ez nem a fővirágzása, hanem egy része neki, és 3 éve ezelőtt ilyen volt, de sokkal több, és remélem, hogy több is lesz. Minden esetre ahhoz képest, hogy a második napja van ilyen nagyobb rajzás, ez tényleg szép nagy kérész násztánc, tényleg gyönyörűséges látvány őket figyelni, szinte sárga tőlük a víz. Ez akkor azt jelenti, hogy még egy pár napig nyilván el fog húzódni. Hát még remélem, hogy egy hétig, másfélig úgy, ahogy, és aztán megszűnik. Tóth Ibolya és András versenyhorgász házas pár. Általában halastavakon horgásznak, de otthon vannak a Tiszán is. Ez valami csodálatos, nagyon szép. Korábban volt-e már, láttál ilyet? Gondolom láttál, de hát ritkán. Hát én itt születtem, de egy pár éve csak, hogy lejárunk megnézni. De hát ettől szebbet nem is lehet elképzelni. Gyönyörű. Ilyenkor mi van a pecázással, lemondatok róla, mert ilyenkor a Péter is azt mondta, hogy nem igazán érdemes, mert a halak most nem esznek, mert van nekik mit. Hát az minket nem zavarna, de most ez az első, ezt nem lehet kihagyni. Ez gyönyörű, nagyon szép. Kicsit meglepett bennünket, elég hamar jött, ami az időpontot illeti, de hát ahhoz képest, hogy az időjárás is olyan, amilyen, gondolom, lehet, hogy tök normális, hogy a víz hőmérséklete, a víz vízállása már mind megfelel, és a kérészek nem a naptárt nézik, hanem azokat a föltételeket, amiket megszoktak, és akkor ilyen, hát egy gyönyörű, gyönyörű rajzás. Hát remélem, hogy még egy pár napig eltart, mert gondolom ezt a látványt nagyon sok mindenkinek látnia kellene, de látod, hogy nagyon kevesen vagyunk, mert sajnos, hogy ennek a csodának nagyon kis, úgymond reklámja van, még nagyon kis helyen van, ez még annyira publikálva. Kanizsának ezt sokkal jobban ki kellene használni, de hát sajnos ez van. Néhány sporthorgász a Tisza közepén horgonyozta le csónakját, némi hal reményében. Pekla Péter is csak a kérészek násztánca miatt maradt a vízen, mert ilyen terű asztalkán mellett a halak rá se hederítettek a csaliára. Ekkora virágzást gyerekkoromban láttunk, úgy emlékszek rá. Az emlékeim azt mondják, hogy partról pecáztunk, és mikor lehajultunk, legugsoltunk, akkor nem láttuk a bánát oldalt, annyi virág volt. Ez most hasonló hozzá, tömeges, szerintem pár millió lepke száll most a víz felett.
Szerintem is. Oszt-e vagy szoroz-e ez a horgászás szempontjából valami? Az az igazság, hogy megállt a kapás. Van nekik elég kaja? Virágzás előtt volt. Hát igen, most vehetnek. Amennyi hal van, az jól akadt vele. Úgyhogy kevés a hal mennyisége, tisztán nagyon megfogyott, úgyhogy a virágzás az pedig gyönyörű. Akkor már csak a maga a pecázás élvezete, meg hát ez a látvány megéri, hogy itt legyen az ember. Így van, meg a remény. Mert egy horgász, akkor horgász, a remény van, legalább bízik, hogy hát ha majd valami fogás lesz. Este hét körül már hallani lehetett a sok-sok kéri szaprucska szárnyának susogását. Sajnos egy órával később már levedlett lárvagúnyák és elpusztult tiszavirágok tetemei alkottak szőnyeget a folyó lassan hömpölygő vizén. Kalandok, élmények, mesék és érdekesebbnél érdekesebb játékok. Ezek várják évről évre a lurkókat a Mosolytenger Gyerekfesztiválon. A nagy sikerű rendezvényt idén 9. alkalommal várja a szórakozni vágyó gyerekeket és szülőket a Zentai Népkertben. A gyerekek meg annyi helyszín és több mint 200 játék közül válogathattak tavaly a Mosolytenger Gyerekfesztiválon. A rendezvény színpadán fellépők váltották egymást. Az eseményen részt vettek a helyi civil szervezetek és egyesületek, akik különböző kézműves foglalkozásokkal, logikai és ügyességi játékokkal várták az apróságokat. Ha a gyerekek részt vettek valamilyen foglalkozáson, garasokat kaptak. Milyen játékokon vettél részt itt ma? Hát, ma még ilyen trambulinon vettem részt, meg garasoké egy párat játszottam, ilyen botradobást. Az összegyűjtött garasokat mire fogod elhasználni? Hát ilyen ugrálóvárakra. Miért szeretsz ide lejönni? Mert nagyon sok játék van, ami ilyen ugrálóvárak, meg amin garas lehet gyűjteni, azok nagyon izgalmasak. Gratulálok! Gratulálok! Bocsa, kedves Balázs! Jársz Zobiba? A fesztivál egyik nagy kedvence Vitéz László bábjáték automatája volt. A gyerekek sorban álltak, hogy az automatánál garasokat gyűjtsenek. Mondja neki, hogy jó napot kívánok, meg ilyenek a kis vagy itt szemben. Gratulálok! Aztán kidugja a ceruzát, meg a kis papírt, le kell rajzolni valamit, és visszatenni a papírost, meg a cetlit, meg a ceruzát. Az 5 éve működő Temerini Vándor Báb Színház is szórakoztatta a kicsiket. Ahogyan mondták, nagy szükség van ilyen jellegű mozgó színházakra. A bábok azok nagyon-nagyon fontosak a személyiségfejlődésben. A gyermekek elsősorban azonosulnak a bábokkal, és ilyen formán sokkal közelebb tudjuk hozni számukra a mesében azokat az értékeket, amelyek nagyon-nagyon fontosak, amelyeket mindannyian nagyon jól ismerünk a népmesékből. Tehát a jó és a rossz fogalmát, azt szerintünk így sokkal könnyebben át tudjuk adni nekik. A mi specialitásunk, úgymond, ami most nem feltétlenül a Mosolytenger Fesztiválon nyilvánul meg, hanem egész éven keresztül, az leginkább az, hogy mi óvodákba és iskolákba helyszínre visszük el a mesét a gyerkőcök számára. Ezért is vagyunk ilyen utaztató formában, és nagy színház kicsiben, tehát ilyen minden összecsomagolható, összelapolható kis bábszínház vagyunk mi. A garasokat nem csak megszerezni lehetett, hanem be is válthatták azokat. Az összegyűjtött játékpénzt a gyerekek ugrálóvára és sok más izgalmas játékra költhették. A legnépszerűbbnek a Fel a magasba elnevezésű helyszín bizonyult. Egyfolytában így
egyet kellett mászni, egyet épni. Csak úgy végül fejétem, akkor meg nagyon jó volt. Az is, de én nekem legjobban azt tetszett, amikor így csúsztam le azon, és így csúsztam le, és fognom kellett. Nem féltél? Az Entai Népkertben 8. alkalommal rendezték meg a Mosolytenger Gyerekfesztivált. A rendezvény minden évben hatalmas sikert arat az apróságok és a szülők körében. A közügyek vendége Zsoldos Ferenc és Szalai Teodóra, a Mosolytenger Gyermekfesztivál szervezői. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó estét kívánok. Köszöntöm. Évek után Mosolytenger fontos dátum a vajdasági nagycsaládosok életében. Idén milyen programokkal várják a gyerekeket? Azt gondolom elsősorban is, hogy nem csak a nagycsaládosok, hanem a családosok életében nagyon fontos rendezvény. Idén is, ahogyan az előző években is próbáljuk megtartani a jól bevált programjainkat. Folyamatosan lesznek előadások, produkciók a színpadon. Este 7 órától Rutkai Bori és bandája fog föllépni. Idén ők lesznek úgymond a sztár vendégeink. Lesz ez mellett baba helyszínünk, ahol az egészen picikre, a 0-3 évesekre gondolunk. Lesz bábozós helyszínünk, ahol folyamatosan bábelőadásokat fogunk látni Vajdaság legjobb bábelőadóitól, és lesznek olyan helyszíneink, tömérdek helyszínünk, ahol kézműveskedni lehet, alkothatnak a gyerekek, ezeket az alkotásokat természetesen hazavihetik. Lesznek olyan helyszínek, ahol mozgásos, ügyességi játékokat játszhatnak, illetve folyamatosan megtartjuk azokat a helyszíneinket, amelyek a úgymond a legnépszerűbbek, a trambulinokat, légvárakat, mászófalat, lovaglást és a többi érdekességet. Először is mondjuk el azt, hogy hol lesz egészen pontosan megszervezve azok számára, akik még nem voltak, de szeretnének eljutni, illetve mekkora területen lesz megrendezve az esemény. Ez valójában a Népkertben lesz, az Enta mellett van, közvetlen központ mellett van, ez egy hatalmas több hektáros terület. Itt előre is elmondanám, hogy szombaton lesz az idei rendezvényünk, tehát 9-én, nem vasárnap, vagy eddig. Másrészt pedig a parkolás szokott gondot jelenteni, tehát javasoljuk, hogy mindenki inkább a belvárosban fönt a kijelölt parkoló helyeken tud ingyenesen parkolni, úgyhogy azt használja. Hány órától kezdődik az esemény, és hány emberre számítanak? Két órakor kezdődik, és este 8-ig tart, bár jóval hamarabb is már meg szoktak jelenni a gyerekek, meg tovább is vannak. Az eddigi tapasztalataink az, hogy tavaly előtt nagyjából hasonló volt a létszám, kb. 7-8 ezer látogató volt. A Mosolytenger szempontjából van egy érdekes fogalom, ez pedig a garas. Ez a garas pontosan mit jelent, hogyan lehet megszerezni, és miféle játékokon lehet ezek ellenében részt venni? A garas az a Mosolytenger Gyermekfesztivál fizetőeszköze. Az egész rendezvény ingyenes, de azért a gyerekek mégsem teljesen ingyen használhatják a játékokat. Az egyes helyszíneken meg kell szerezniük a garast, tehát úgymond, ha megcsináltak valamit, alkottak valami szépet, azért kapják a garast. Ügyesen eljátszották a játékot, ami a feladat volt, kapnak garast, másik helyszínen pedig fizetni kell ezekkel a garasokkal. A légvárnál, a trambulinnál, tehát a legnépszerűbb helyeken fizetnek a garasokkal, és nem csak a játékhelyszíneken fizethetnek a garasokkal, hanem van egy fabatkaboltunk is. A fabatkaboltban apró kis tárgyak vannak, amelyeknek a gyerekek örülhetnek, illetve olyan dolgokat is tudnak a fabatkaboltban vásárolni, amit a helyszínen lévő szolgáltatóktól kapnak, majd így kürtös kalácsot, fagylaltot, palacsintát, vattacukrot, tehát a gyerekek tényleg mindenhez hozzájuthatnak ingyen a Mosolytenger Gyermekfesztiválon. Az idén lesznek-e valamiféle újdonságok a gyerekek számára? Igen, igyekeztünk újdonságokat felvonultatni. Lesznek nagyon érdekes kézműves helyszíneink, ahol bőrdíszműveskedni lehet, kötélt lehet vonni, de igazából a legnagyobb újdonságot azt a Zentai Tisza Automotív gyár szolgáltatja számunkra. Lesz egy kis crossmotorpálya, ahol a gyerekek kipróbálhatják ezeket a kisköpcentis crossmotrokat, illetve lesz egy medencéjük is, ahol csónakázni tudnak majd a gyerekek egy kis kagyló alakú csónakban. Egy ilyen fesztiválnak a megszervezése azért elég komoly munka. Kik vesznek ebben részt, és önkéntes módon működik, vagy hogyan? Alapvetően rendezvénynek két nagy része van. A garasnyerő helyszínek, ahol általában a garas nyerik a gyermekek, azok civil szervezetek által működtetve.
ami azt jelenti, hogy közel 40 civil szervezetünk van, nagyrészt Délvidékről, de vannak Dél-Magyarországról is, és ez körülbelül egy olyan 150-160 önkéntes jelent, akik ezt végzik. A másik fele azok pedig szolgáltatók. Tehát szolgáltatókból áll, akiket meg természetesen fizetünk, és ők azért jönnek, de én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb előnye a rendezvénynek, hogy teljesen ingyenes, és hogy miért van a garas, mert sokan támadnak bennünket, hogy miért kell a garas. A garas azért kell, hogy amellett, hogy a gyerekek imádják egyébként, hogy felnőttet játszanak, és akkor van pénzük, effektív a garas az, amelyik elosztja a tömeget egyébként a kevésbé népszerű és a nagyon népszerű helyszínek között. Ez egyébként Besnyi Szabolcsnak volt az ötlete még a legelején, és ez az, ami biztosítja azt, hogy azért mindenhol, minden helyszín jól működjön. Ha már említi a helyszíneket, azért arra is legyünk egy picit figyelem, hogy nagyon változékony az időjárásunk az elmúlt héten, illetve a múlt hét folyamán. Fel vannak készülve arra, hogy esetlegesen egy, ne adj Isten, egy vihar vagy eső éri a szombati napi rendezvényt? Igen, a rendezvény szervezési tapasztalataink a Dórival együtt, meg a többiekkel, mert hogy már nagyon régóta szervezünk ezt is, és más rendezvényt az, hogy mi mindentől függetlenül bármilyen időjárás van, tehát mi felkészülünk a nyitás időpontjára. Tehát a rendezvény biztos, hogy megnyitja a kapuit 2 órakor úgy, ahogy kell. És az is biztos, hogy a várható vagy elképzelhető lehetséges zivatar vagy záporra is készülünk. Tehát külön készülünk, most külön sátrakat építünk ez miatt, ahova majd egyrészt mi el tudjuk rakni az értékes dolgainkat, nájlonokat, takarónájlonokat vásárolunk, amivel le tudjuk takarni. De a tapasztalatunk az, hogy mi 2 órakor megnyitunk, akármilyen is az időjárás, az emberek úgyis jönni fognak. Én hiszem azt, hogy nem egész napos eső lesz. Az első, egyetlen egy esős rendezvényünk volt, fesztiválunk volt eddig, az első. Egész nap esett az eső, reggel 6-tól délután 4-ig, ahogy délután 4-kor véget ért, már egyébként a véget állt is, már kis esőkabátba, kis gumicsizmába megjelentek a részeöni kívánók, és egy fél óra múlva körülbelül 500 ember volt, ez volt az első. Én hiszem azt, hogy ekkor esőnk nem lesz az idén, de bármi is történik, bármilyen is az időjárás, jöjjenek, annál nagyobb a buli. Tehát akkor szombaton délután 2-kor Zentán a Népkertben Mosolytenger Fesztivál. Igen, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük mi is. Ha nyaralás, akkor tengerpart, az emberek többsége a meleg hónapokban a kikapcsolódás lehetőségét a sós vízzel és a napernyővel társítja. Sokan nem is gondolnak arra, hogy nem kell több ezer kilométert utazni ahhoz, hogy hangulatos nyaralásban legyen részünk. Egyre több vajdasági település fejleszti az idegenforgalmi kínálatát, amelyek felkutatásával jóval kisebb keretből is remek családi kiruccanás hozható össze. Az utóbbi években mind több vajdasági település használja ki az agroturizmus lehetőségeit. Temerin község tanyavilága a mai napig igen gazdag, így pár évvel ezelőtt a helyi idegenforgalmi központ képzéseket szervezett, amelyeknek köszönhetően mára a falusi turizmus területén szinte teljes kínálatot tud nyújtani a kirándulóknak. A község területén található a Jegricska Természeti Park is, amelyhez az idén egy 4 km hosszú gyalogos és kerékpárutat építenek ki, összekötve ezzel a falusi turizmussal foglalkozó tanyákat. Što se tiče salaša, oni su raznoliki stvarno. Od bucinog salaša gdje možete da uživate posmatrajući životinje, da vam se deca igraju na uređenom igralištu, da probate odličnu domaću kuhinju, preko vinskog salaša Vindula gdje možete vrhunska vina da probate, degustirate, uživate sa svojim prijateljima, ili pa kantaro salaša gdje možete da se opustite sa svojim prijateljima također, da roštiljate, da povedete decu da se igraju. Ono što nam je još posebno interesantno, interesantno, to je organski salaš, bio salaš Idej, koji proizvodi hranu s certifikatom za organsku proizvodnju. I tako da možete da kupite nešto što je, da kažemo, zdravo i da ponesete kući, da taj deo ravnice, odnosno Temerina, ponesete sa sobom. Park prirode Jegrička je posebno blago što imamo ovde u Temerinu i u sklopu tog parka imate ponude. Tako je, u saradnji sa javnom vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine, koji gazduju Parkom prirode Jegrička, odnosno upravljaju, mi radimo na promociji, na korišćenju katamarana koji se tamo nalazi. Organizuju se ture vožnje katamaranom i posmatranje ptice sa osmatračnice koja tamo postoji. Kad smo spomenuli Jegričku, onda moramo da spomenemo i ribolovce i mogućnosti ribolovačkog turizma ovde u Temerinu.
Tako je. U Vode Vojvodine, javno vodoprivredno preduzeće, su na Jegričkoj samoj napravili određena ribolovna mesta koje ribolovci koriste, ali ono što još napominjemo, razvijen ribolovni turizam je na dva ribnjaka u opštini Temerin, to je ribnjak Bušido koji se nalazi u sklopu Parka prirode Jegrička i ribnjak Jezero koji se nalazi u Bačkom Jarku. A Jegrička természeti park számos rendezvénynek is otthont ad. A hétvégi kirándulásokon kívül július végén és augusztus elején itt szervezik meg a Falkó környezetvédelmi tábort és a Jegricska művésztelepet is. Az alkotók több hetet is eltölthetnek Temerinben, ugyanis a Hevértanyán immár 4 évtizede rendszeresen megszervezik a temerini alkotó és képzőművészeti tábort. Az egyhetes programok sorozata azonban már július elején megkezdődik. Ez már a 22. alkalom, hogy a Szirmai Károly Művelődési Egyesület keretein belül megrendezése kerül a Temerini Népzenei Tábor, ami idén egy újdonság, hogy a Széchenyi Kastély fog az oktatás otthonául szolgálni, de emellett az eddigi épületeket is, ugye a tájházat is ugyanúgy bevonjuk, és ott rengeteg est fog történni, még a kastélyban is tartunk egyet, amely magába fogja foglalni a kastély történetét és a temerini nemesi család történetét is. Mi a tábor népzenei részét illeti, ugye ez neki a lényege végül is, hegedű, brácsa, bőgő, citera, furuja, énekoktatás és tambura oktatással is bővültünk idén, úgyhogy ezek, amik a tábor repertoárián szerepelnek. A település alapításáról tanúskodó történelmi nevezetességek mellett a kiránduló csoportok rendszeresen megtekintik a Minizó állatkertet, a Járeki Brnorát és a Temerini tájházat is. A helyi néprajzi hagyaték gyűjtőhelye május elejétől októberig látogatható. Főleg csoportos látogatók jönnek, de az iskolák is rendre megtekintik a tájházat. Vannak most már újabban kézműves foglalkozások, főleg az agyagozásra helyeztünk nagyobb hangsúlyt. Egyik nagy rendezvénye temerini magyarságnak az illésnapi ünnepkör. Az idén mit terveznek július 20-a körülre? Az illésnapi program is a helyi közösségi tanács által kinevezett bizottság szervezi, 3 tagú bizottság, és hát ő hív össze civileket, és hát 2 alkalommal ez már megtörtént. A helyszín változik, az esti sokadalom a vásártér lesz, ez úton nem a telepiskolába. A menet irány az maradt a futballpályáról a templomig, a piacon keresztül, de hát nagyjából azt lehet mondani, hogy az egyeztetés megtörtént, egyedül csak a hátra van még a rendezvényeknek a besorolása, tehát minden egyesület jövő szerdán elő fog rukkolni, mivel fog előállni, milyen rendezvény kiállítást szervez, és azokat próbáljuk időrendi sorrendbe beosztani, hogy ne ütközzenek. A nyári programok már ezen a hétvégén megkezdődnek, ugyanis szombaton több ezer résztvevőt várnak a Temerini Babfesztiválra. Az elkövetkező 3 hónapban állandó jelleggel tartanak rendezvényeket a településen, hisz itt szervezik meg az országos felderítő találkozót és Vajdaság egyik legnagyobb motoros találkozóját is. A programokon kívül azonban a legtöbben mégis a méltán híres grízavíz miatt keresik fel a települést. Az állandóan csobogó gyógyforrásból a gyomorbántalmakkal küszködők merítenek, a medenceközpontban pedig a reumatikus fájdalmaikat enyhítik a betegek. A 2 gyógyvizes fürdő mellett egy olimpiai méretű medence is várja az ide látogatókat. A fürdőközpontban már javában folynak az előkészületek, ugyanis június 11-én megnyílik az idény, amelynek első 2 napján a belépés ingyenes. A fürdőzők és a kirándulók rendszerint több napot is eltöltenek Temerinben, ugyanis teljes ellátású szálláshelyeket úgy a településen levő motelekben, mint a Jegricska partján levő csárdában is lehet igényelni. A hozzáférhető árak és a változatos kínálat így évről évre mind több turistát vonz a délbácskai településre. Ennyi volt már a közügyek hírháttér, figyeljenek ránk továbbra, és hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel.